Újévi tűzszünet van Kelet-Ukrajnában. Ez azt jelenti, hogy december 23-án 0 órától feltétel nélkül és teljes tűzszünet lép életbe. A tervek szerint január közepéig tart majd. Ennek köszönhetően békében telhetnek a karácsonyi és az újévi ünnepek a frontvonal térségében. A szakadárok egyelőre nem erősítették meg az egyességet, amelyet a felek az ukrán bejelentés szerint Minskben kötöttek meg. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet üdvözölte a tűzszünetet, de együtt aggodalmának adott hangot a Donetsk és Luhanszki térségben továbbra is tapasztalható feszültségek miatt. Azt is közölték, hogy a felek legközelebb január közepén ülnek összetárgyalni, fegyvernyugvásról egyébként már többször is született megállapodás a felek között, a legutóbbi tűzszünetet szeptember 1-én léptették életbe. A harcok azonban újra és újra fellángolnak kelet-ukrajnában az ukrán fegyveres erők és a szakadárok között.